független attól, hogy sosem akartam senkire se hasonlítani, nem voltak soha példaképeim, nyilván tudtam az elődeim eredményeit, és felnézek rájuk a mai napig, de próbáltam mindig a saját utamat járni, hogy ne az legyen, hogy fú, hát ő hasonlít valakinek a tornájára, hanem én Berki Krisztián szerettem volna lenni világéletemben, és szerencsére el is értem azt, hogy én legyek. Az a 45 másodperc, amit igazából a civilek, illetve a nézők látnak egy-egy versenyen a gyakorlatomból, az nagyon-nagyon töredék része annak, amit edzésen elvégzek. Amióta megvan a kvótám, azóta mindenképp olimpiai aranyérmesnek kiáltanak ki, holott nekem ez lesz az első olimpiám. Ha az olimpián tudok csinálni két jó gyakorlatot, akkor én elégedett leszek magammal. Londoni olimpiai játékok 3D-ben is. A közvetítés támogatója a Mindig TV.